Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekciói műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Eddig veretlen az edzőmeccseken a kisvárdai futballcsapat. Saját nevelési kosarasok lépül a Marsónyíregyháza játékos kerete. Elkezdték a felkészülést az NB1-es kisvárdai női kézilabdázók. Egy sikeres kísérlettel zárta az Európa-bajnokságot Szikszai Róbert. Két számban is rajthoz áll majd Tbilisziben Leveleki Bence. 133 csapat részvételével indul a megyei futballszezon. A felkészülés harmadik teljes hetét zárja a Kisvárda Mastergood. A csapat eddig 6 edzőmeccset játszott, és 4 döntetlen mellett a Paksot és a Cigándot legyőzte Révész Attila együttese. A csapatjátékkal most kevesebbet kell foglalkoznunk, mert nagyon sok jó játékosunk maradt még tavalyról, és az újakat azért tudtuk, ugye, hogy hova kell igazolnunk. És a felkészülésnek az első szakasza általában ugye, a fizikai részről szokott szólni. Nekünk hál' Istennek ezzel túl sokat nem kell foglalkoznunk, mert nem rosszul jöttek vissza a játékosok. És a felkészülésünk első meccseit is szándékosan így alakítottuk, hogy minél erősebb ellenfeleink legyenek, mert a tavaly is bajnokság során azért viszonylag sok gólt kaptunk, és ennek a szűkítése, csökkentése az elsődleges feladatunk. És hát az elmúlt mérkőzések mutatják, hogy talán jó úton járunk. A Paks ellen egyet kaptunk, a Kövesd ellen 120 perc alatt nem kaptunk gólt, majd most Mihajlovcén egy még erősebb csapat ellen szintén érintetlen maradt a kapunk. A következő időszaknak pedig az lesz a feladat, hogy azokat a kötelező fiatal játékosokat beillesszük a csapatba, akiknek a pályán kell lenni végig. És természetesen most már azért majd jön a támadó játéknak is a súlykolása. Ezzel azért azt gondolom, hogy egy picit még el vagyunk maradva, de nem késtünk még el. És természetesen még várunk olyan játékosokat, akik még segíthetnének. Nagyon sokat próbáltunk most különböző posztokon, nagyon kevesen váltották be hozzájuk fizet reményt. Talán mondhatom, hogy még a hátralévő idejének az lesz a nagyon fontos feladata, hogy azt a 3-4 játékost, aki a kispadról is beugor, vagy akár még a kezdőbe is odaférve, azokat megtaláljuk és segítségünk legyenek elsősorban a támadó játék tekintetében. Nagyon sűrű lesz az augusztus, 7 meccset játszik a csapat, és ugye azt mondják, hogy bajnokság során mindenkivel játszani kell, de ez alatt a 7 meccs alatt lesz néhány igen rangos ellenfél, mennyire határozhatja meg ez az augusztus az egész ősz, vagy akár az egész bajnokság kimenetelét? Ez az augusztus teljes mértékben. Azt gondolom, hogy azok a csapatok, akik most nem lesznek még összeállva, hátrányt szenvedhetnek. Én bízom benne, és az is a célunk, hogy minél kevesebb poszton változtassunk. Bízom benne, hogy az elején játszunk a Puskással, a Békés Csabával, a Soroksárral, bár a Soroksár azért az masszívnak tűnik, most is keveset változtattak, illetve az újoncokkal is. Ráadásul azokhoz a csapatokhoz is most megyünk, akik nem a hazai környezetben fogadják majd az ellenfeleiket. Gondolok itt a Budaörsre, a Kozármisteinből, a stadionfelújítás miatt idegenben játszanak. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból remeknek mondható a sorsolásunk, és várjuk is. Nyilván az a nagyon fontos kérdés, hogy olyan fogunk tudni rotálni, mert azért itt szerda, szombat vagy szerda, vasárnap a ritmusban fogunk futballozni, és bizony ebben a melegben nagyon igénybe veszi a szervezetet ez a sok mérkőzés, és azért szeretnénk még bővíteni a keretet, hogy ugyanazt a stílus, ugyanazt a erősségű játékost tudjuk majd bevinni, és ne gyengüljön vele a csapatjátékunk mérkőzésről mérkőzésre. Hát a hátralévő időszaknak az a fontos feladata, hogy azokat, akik kevesebbet játszottak, hozzuk fel az első sornak a szintjére. A felkészülés harmadik hetében jár a csapat, túl vagytok néhány edzőmeccsen, most már azért szereztél némi tapasztalatot, milyenek az eddigi benyomások az új csapatodnál? Nagyon jó, úgy gondolom, egy eléggé támadó szellemi csapatba kerültem. Még azért szerintem a beilleszkedési folyamat tart, de úgy gondolom már a végére érünk lassan. Szeretnénk minél többet játszani. Taktikailag úgy gondolom, hogy eléggé felkészült lesz a csapat, és ez ahhoz segíti majd, hogy minél több meccset megnyerünk. Mi volt a legerősebb motiváció abból, hogy elfogadtad a kisvárdaiak ajánlatát? Ugye tavaly játszottunk itt. Személy szerint elég kellemetlen volt, kaptunk is egy 4-est, aztán volt még olyan csapat, ahol olyan szájzó utaztam, hogy nem, nagyon nem volt jó hazajönni, meg hát ugye ezen kívül még az, hogy a csapat azért negyedik helyre odaért. És nagyjából egybe is maradt a brigád, szóval az azért sokat számít szerintem, és így jövőre is jó eredményt várok. Magadtól milyen játékot vársz, és milyen játékot válthatnak tőle a szurkolók magyarul, mi az erősséged, mivel lesz leginkább használ a csapatnak? Gyorsaságomat emelném ki, hogy szerintem hogy kapu előtt is, vagy hogy a szélen meghúzom, beadom gólpasszok, gólok,
minél több beadás, minél többet válasszuk az ellenfelt a szélén, mögé kerülni, aztán minél több kellemetlenséget a kapu előtt. Milyen bajnokságra számít, az ugye 20 csapatos lesz a bajnokság, nagyon hosszú lesz a szezon, és van jó néhány olyan csapat, amely kimondottan a feljutást célozza majd meg. Szerintem a hazai pályán az mindenképpen fontos lesz, hogy itthon nem lehet bukni, vagy minél kevesebbet. Idegenben meg hát lehet, hogy azt fog dönteni, hogy melyik csapat idegenben mire képes. És a hazai pályán, mondom, az nagyon fontos lesz, hogy minél jobb eredményt érünk el mindig. Alakul a Marsó Nyíregyháza játékos kerete. A csapatkapitány Nagy Krisztián, valamint Molnár Marcell és Gáspár Balázs már elkötelezte magát a folytatás mellett, de több korábbi kosarasával is közel áll a megállapodáshoz a klub vezetése. Úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul a keret kialakításában. Ugye abban gondolkodtunk, hogy azokat a magyar nyíregyházi játékosokat kellene itt tartani a csapatban, akik a tavalyi évben is szerepeltek, és nekik kellene sokkal nagyobb hangsúlyt kapniuk a játék további részében. Úgy gondolom, hogy ebben jó úton is haladunk. Sajnos van néhány játékos, aki nem fog itt maradni. Igazából, ha az ő nevüket említem, akkor az talán az egyszerűbb. Egyenlőre úgy néz, hogy Kósa Tamás az, aki nem fog nálunk játszani a következő szezonban. A többiekről pedig, többiekkel pedig már vagy megegyeztünk, vagy nagyon közel áll a megegyezés. Több névről van szó, de ettől függetlenül azért mondjuk el, hogy kik azok, akiket láthat majd a közönség minden bizonnyal ősszel. Igen, ez mindig nagyon nehéz, nehogy valakit kihagyjak, de Molnár Marcell, Nagy Krisztián, Gáspár Balázs biztos, hogy itt fog nálunk játszani. Bús Iván, Fazekas Csabi, kicsi kérdés még van az ő szerződésükben. Nagy Krisztián szintén nálunk fog játszani. Szeretném, hogy legyen egy külföldi légiósunk majd, őt a magas ember posztjára képzelném el. Varga Marcit szintén szeretnénk visszahozni Nyíregyházára, és úgy gondolom, hogy 99%-ban meg is tudtunk vele egyezni. Czura Attila lenne az, aki még szintén csatlakozna a csapathoz, ugye ő itt is nevelkedett nálunk, és nagyon szeretném, hogy visszakerüljön hozzánk, és a továbbiakban minket erősítsen. Az ő megegyezése is nagyon közel van. Ezután pedig három hely szabad. És a három helyre pedig a fiataljaink közül szeretnék felhozni játékosokat. Megvannak már erre a jelöltek, meglátjuk, hogy fognak helytállni ebben. Említetted Fazekas Csabát, egy korosztályos válogatott játékosról van szó, akit minden bizonnyal átcsoportos csapatok is szívesen látnának. Igen, így van, de én nagyon bízom benne, hogy itt lesz mellettünk, és vele is nagyon közel áll már a megállapodásunk. Neki úgy gondolom, hogy nálunk lesz a legjobb helye, hiszen az elmondottakból kiderül, hogy Kósa Tamás nem fog nálunk játszani, és egy 95-ös vagy egy 95-nél fiatalabb játékosnak mindig pályán kell lennie. Erre pedig most Fazekas Csaba, Kehul Tamás, illetve a fiatalok, a U18-as vagy az U16-os csapatunkból feljövő játékosok az esélyesek. Tehát úgy gondolom, hogy nagy esélyt kapnak azok a játékosok, akik ebbe a korosztályba még beleférnek. És hát persze ennek a zászlóvivőjének Csabinak kell lennie, hiszen most is ott van az U18-as válogatottban, és olyan teljesítmény nyújt, ami feljogosítja arra, hogy ő ezt a feladatot el fogja tudni látni. És én nagyon bízom is benne, hogy ezt ő teljesíteni tudja majd. Mikor kezdődik a felkészülés, mit lehet tudni a programról, lesz-e saját tornája a klubnak? Július utolsó hetében mindenféleképpen szeretnénk elkezdeni a felkészülést. Nem azt mondom, hogy ezek már a legkeményebb edzések lesznek, egy kis ráhangoló edzéssel fogjuk eltölteni azt az első hetet, és a továbbiakban pedig erősödik. A szakmai stábunk egy picit majd átalakul. Jani, Siska Jani egy picit még nagyobb hangsúlyt fog kapni a csapat munkájából, mint ahogy eddig, és szeretnénk egy kondicionáló edzőt is bekapcsolni a csapatba. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb feltételek között fogunk tudni majd dolgozni, mint az elmúlt évben. A Continental Arena átadásával egy teljesen más lehetőség nyílik meg számunkra. Nagyon nagy problémát jelentett a tavalyi évben az, hogy nem tudtunk úgy dolgozni, ahogyan azt szerettük volna. Minden köszönet természetesen a BEM iskolái, akik próbálták megoldani azt, hogy mi jó otthonra találjunk, de ahhoz, hogy egy profi csapat másképp működjön ehhez, illetve jól tudjon működni, ehhez több kell, sokkal nagyobb időigény kell a munkánkhoz, mint amennyit az elmúlt évben sikerült megszereznünk. Saját rendezési torna? Nagyon szeretném, hogy legyen, és ennek sajnos van egy apropója is, és majd egy
új nevet kell adnunk ennek a tornának, de mivel még nem egyeztettem a hozzátartozókkal, ezért csak elképzelésem van arról, hogy hogy fogjuk hívni ezt a tornát, de szeptember elején mindenféleképpen szeretnénk, hogy legyen egy saját rendezésű tornánk. Úgy képzelném el, hogy egy U20-as korosztályos tornával egyben, és akkor nem csak az itt megjelent négy csapatnak a mérkőzéseit tudnák megnézni a kosárlabdát szerető nézők, hanem a fiataloknak a találkozásait is, vagy a találkozóit is megnézhetnék. Hétfőn megtartotta a szezon első edzését a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NBA gyújonca Máté Fieszter szakmai igazgató és Kovács Péter vezetőedző irányításával készül a szeptember közepén esedékes bajnoki rajtra. Ez volt a legnagyobb nehézség, hogy utolsó pillanatig várni kellett, de megpróbáltuk ebből a helyzetből a legjobbat kihozni, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Rengeteget dolgoztunk. Egyrészt egy jó keret kialakításán, valamint tényleg a vezetőedző személyének a kinevezésében. Fontosnak tartottam azt, hogy a feljutó csapathoz egy rutinos, nemzetközi szinten is ismert szakembert tudjunk ide csábítani Kisvárdára. Hál' Istennek ez sikerült, valamint a játékos keretet is véleményem szerint meg tudtuk erősíteni oly mértékben, ahogy szerettük volna. Mennyire vonzó egy játékos számára egy újonc csapat az ország legkeletibb szegletében? Úgy gondolom, hogy ha a körülmények, mondhatom azt, hogy profi körülmények között tud egy játékos készülni, dolgozni, jó eredményt elérni, és biztos a stabil háttér, valamint itt Kisvárdán nagyon szeretik a kézilabdát, azért ez is fontos, hogy nagyon sok szurkoló kijöjjön és támogassa a csapatot, akkor mindenképpen vonzó lehet. Kik azok, akik már biztosan kisvárdai mezbe öltöztek? Azzal kezdeném, hogy akik itt voltak tavaly is kiharcolták az NB1-ben való szereplést, egy-két kivétellel sikerült megtartanunk ezeket a játékosokat. Szabóval itt igazoltuk Magyar mezőnyből, valamint pontosan emiatt, hogy egy kicsit későn derült ki, hogy felült a csapat vagy nem. Hát a magyar piacon már a nagyon jó játékosok elkeltek, ezért nemzetközi mezőnyben néztünk körül, és hát sikerült eligazolnunk a brazil Rohát, aki világbajnok, valamint a Lublinból érkezett Ekaterina Dzsukeva, aki BL mérkőzéseken szerepelt, valamint az NB1B gólkirálynőjét, a Umanyec Elenát. Négy év szünet után vállalt ismét munkák klubcsapatnál. Mi motiválta abba, hogy elvállalja az újonc kisvárdaiak felkérését? Elég sokszor volt ilyen helyzet már az életemben, utoljára, amikor dolgoztam Békés Csabán ott, és akkor hívtak, amikor bajban volt a csapat. És én nagyon rövid gondolkodás után igen mondtam, hogy valószínűleg egy kicsit mazoista vagyok, vagy ez valahogy így benne van az életemben, de többször volt itt. Tehát amikor Törökországban mentem, ott is vakon ugrottam bele dolgokba. Eszter hívott, Máté Eszter hívott fel. És akkor én még jó pofáskodtam, és mi van, ezt csak nem edzőt keresel, és akkor mondta, hogy de, és mondta, hogy pont téged. És akkor találkoztunk, és úgy gondolom, hogy életemnek egy új korszaka kezdődik, tehát nem dolgoztam ezen a részen, de többször dolgoztam, mondom, olyan csapattal, aki éppen felkerült, vagy aki kiesés ellen küzdött. Úgyhogy valószínűleg szeretem a kihívásokat, vagy tudat alatt is, ha nem is fogalmazom meg így magamnak, de szerintem ez volt az oka. Mekkora kihívás jelent az, hogy gyakorlatilag egy új csapatot kell építeni, és a bajnokság közben kell összeérni egy olyan csapattal, kisvárdaiaknak, akik kiharcolhatják a bennmaradást? Így van, ez egy nagyon-nagyon kemény feladat, ezt én tudom, és sok mindenki más, és talán a játékosoknak csak sejtései vannak róla. Hát igen, ki kell használnunk a lehető legjobban ezt az időszakot, de nem csak addig, amíg elkezdünk a bajnokság, hanem utána is biztos nagyon keményen fogunk dolgozni, szerintem egy nagyon hosszú időszak, egy hosszú folyamat, és hát ugye, mint a társaság azért kinevet a végén, és ez majd jövő év májusában fog kiderülni. Mi lesz a jellemzője a Kovács Péter féle kisvárdai csapatnak, meg egyáltalán milyen a mostani modern női kézilabda? Hát nem csak a női kézilabda, hanem a férfi kézilabda is. Tehát minél jobban eltolódik az erő irányába, erődinamika, tehát a fizikai képességek dominálnak. Aki nem vértezi fel magát ezekkel a tulajdonságokkal, az nem adat, az biztos. Tehát ebbe az irányba mindenképpen menni fogunk. Nagyon szeretnék egy taktikailag fegyelmezett csapattal is dolgozni. Hogyan néz ki a felkészülési program? Szeptember közepén kezdődik a bajnokság, tehát bő két hónap van hátra rajtig. Ez az első hét, ez az ismerkedés egyébe fog zajlani, napi két edzéssel, de jövő héten és utána való héten már napi három edzéssel fogunk készülni. Ezeket meg fogjuk szakítani mérkőzésekkel, hazai rendezési tornákkal, illetve különböző szomszédos országban fogunk részt venni tornákon. És hát közben próbáljuk ki a csapatot. Megmondom őszintén, hogy
Ugye ez közhely, mert mindenki ezt mondja, de most tényleg az eredmény nekem másodlagos. Az először is megkérdezem a csapat erősségeit, gyengeségeit, hogy ezen tudjunk javítani. Kevesebb, mint egy évvel ezelőtt a Békésebb a színében magyar kupa meccset játszottál ebben a csarnokban. Gondoltad volna, hogy most már kisadai színekben készülsz a következő szezonra? Igazából akkor még nem gondoltam volna. Azt láttam, hogy nagyon fejlődik ez a csapat, és az elején elég szoros mérkőzést is játszottunk velük. Úgyhogy meglepetésszerűen érkeztem, de örülök, hogy itt vagyok. Mégis mi döntött a váltás mellett? Mi volt vonzó a kisvárdaiak hívásában? Igazából nyomon követtem, hogy évről évre jutnak feljebb, minden évben egy-egy osztályt ugrottak, és kíváncsi vagyok, hogy mire képes erre a fiatal csapat, mert nagy jövőt tartogatnak számukra. Korábban dolgoztál már együtt Máté Fieszterrel és Kovács Péterrel, és ez jelentett valamilyen motivációt? Mind a kettőjükkel válogatottba dolgoztam, az egyikkel junior válogatottba, a másikkal felnőtt válogatottba. Örülök, hogy ismerem őket, valamilyen szinten öröm, hogy újra velük dolgozhatok. Hogy látod belülről, ugye évek óta élvonalban szerepelsz, mennyire erős ez a magyar bajnokság, mennyire kell erősnek lenni a kisvárdai csapatnak, hogy megkapaszkodjon az NB1-ben? Azt lehetett észrevenni, hogy már az elmúlt 2-3 évben nagyon stabil, főleg a középmezőny, ugye a Győrt meg a Fradit nem említeném ide, de minden csapat tudott otthon meglepetéseket okozni, vagy akár idegenbe. Úgyhogy muszáj lesz főleg itthon bravúrokat hozni. Egy sikeres kísérlettel zárta az amszterdami Európa-bajnokságot Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a selejtezőben 58 méter 1 cm-t ért el, és ezzel nem jutott a döntőbe. Jó formában voltam, úgy érzem, 60 méter földobáltam egész évben. Ezzel az eredménnyel elégedett lettem volna, 60 méter, 58-ra is sikerült, ami így nem annyira rossz, de szerettem volna jobban dobni. Speciális körülmények között a belvárosban versenyeztetek, mekkora volt a mezőny, milyen volt így a verseny hangulata? Nagyon jó hangulat volt, rengeteg néző, ugye azért egy város központban mindenféleképpen jó dolog dobni, és hát nagyon jó mezőny gyűlt össze, mert majdnem 64 méter kellett a döntőbe, úgyhogy az most kicsit messze volt. Az első dobásod volt a jó, a másik kettőt rontottad el, mi hiányzott ahhoz, hogy jók legyenek? A másik dobásom az szerintem technikai volt rossz, a harmadik pedig már egész jó volt, olyan 62 fél körül volt, csak végén sajnos hozzáértem a peremre egy érvénytelenet. A jövő hét elején hétfőn Székesfehérváron rendeznek egy rangos nemzetközi versenyt, ott is rajthoz állsz, minden bizonnyal erős ellenfelekkel szemben, milyen céllal? Megint az, hogy közel dobni az egyén csúcshoz szerintem, az benne van, mert nagyon jó állapotban érzem magam. Ugye most volt egy hét, és az EB-n azért tudtam kicsit pihenni is, úgyhogy tele vagyok energiával, reméljük meg lesz. Kerekes László edző szikszai amszterdami szereplésében is megpróbálta megtalálni a pozitívumokat. Persze a sajnálja a szakember, hogy tanítványa az év legfontosabb versenyén nem tudta megközelíteni egyéni legjobbját. Mondhatnám azt, hogy előrébb léptünk. Ahhoz, hogy ezt valaki megértse, ahhoz egy-két konkrét tényt azt azért közelem kellene. Ugye Robi volt ebben a mezőnyben a legfiatalabb, a legkisebb egyéni csúccsal rendelkezett, és ugye az első érvényes dobás után, amit a második selejtező csoportban ért el, már tudtuk azt, hogy 63 méter felett kell teljesíteni ahhoz, hogy tovább kerülhessen, ezért kockáztattunk, és két olyan dobást hajtott végre, ami nem sikerült, de ez azt jelenti, hogy többre is képes lehetett volna, így nagyon rosszul hangzik ez az 58, de teljesen mindegy, hogy 58-al vagy 62-vel esik ki a döntőből, és ezért így kockáztattunk, ami nem jött be most. Távolugrásban és hármasugrásban is rajthozálhat a Tbiliszi Ifjúsági Európa-bajnokságon Leveleki Bence. Bakosiné Szentszelik a tanítványa egyedüliként képviseli a nyíregyházi színeket a 42 főszámláló magyar válogatottban. Úgy érzem, hogy most sikerült edzőmre a legjobb formámat kihozni így a főve versenyre. És hát remélem, hogy egy egyéni csúccsal döntőbe tudnék kerülni, ami nagyon nagy siker lenne a számomra. Milyen eredményeid vannak a készenben legjobb eredményként? Távolugrásban 7.07 az egyéném, de már szeresen ugrottam 720-at is, ami biztató. 3-ban meg 14.69-en van, még Ferenc pályáról. Tavaly ott voltál Tbilisiben az Európai Olimpiai Fesztiválon. Jelente az előnyt, hogy ismered a körülményeket, ismered a stadion?
Ami nagy előny a többiekkel szemben, akik nem voltak ott, hogy tudom, hogy mennyire van a melegítő pálya a pályát, és hogy hogy kell melegíteni. Hogy legyenek az ízmény bemelegítve, mikor kell melegíteni, az nagyobb előny a többiekkel szemben. Mit tudsz az ellenfelekről, mennyire ismered őket? Nagyjából is ismerem őket, mert körülbelül ugyanazok lesznek, ugyanazok a versenyzők, akik az Egyofon is voltak, de azért lehet lesznek még meglepetések a versenyen. A távolugrást említetted főszámodként, mikor dől el, hogy mindkét számban rajthozálsz-e? Úgy vagyunk vele az edzőimmel, hogyha egy nagyon jól sikerül a távolugrás, akkor nem kockáztatunk egy sérüléssel a hármas ugrásnál, de hogyha esetleg elrontanám a távolugrás rejtezőjét, akkor mindenképpen el fogok indulni hármas ugrásban is. Egyetlen nyíregyházi atlétaként Leveleki Bence lesz ott a Tbiliszi Ifjúság Európa-bajnokságon. Mit kell tudni erről a 16 éves fiatalemberről? 12 éves korában kezdett el atlétizálni. Az első években csak nem is átlag gyerek volt. Aztán 13 éves korában már 1000 méteren országos bajnokságon harmadik volt, távolugrásban második volt, következő évben 300 méteren lett országos bajnok, és a távolugráson 14 éves, 15 éves korában. Tehát igazából a tavalyi év az, amikor 6-90 fölé került. Milyen tulajdonságai vannak, hogy gyakorlatilag két év alatt oda került a nemzetközi mezőnybe? Iszonyatosan jó képességekkel rendelkezik, gyors, ruganyos, nagyon könnyen tanulja a mozgásokat, hogyha elmondod neki a feladatot, ő automatikusan megcsinálja, tehát nagyon könnyű vele dolgozni. Milyen távlatok állnak előtte, hiszen, mint hallottuk, gyakorlatilag pár év atlétizál? Nagyon fiatal, még nem tudom. Reméljük, a sérülések elkerülik, és akkor minél magasabb szintre fog kerülni. 133 csapat részvételével augusztus közepén rajtol a megyei futballszezon. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart. A részletekről Kvaka Árpádot, az MLS megyei igazgatóját kérdeztük. A megyei első osztálynak még 16 csapat vág neki. Ugye értelemszerűen bajnoki végeredménytől függően azt tudtuk jól, hogy Tiszalök, mivel szezon közben visszalépett, maximum megye harmadosztályba indulhat, a Tiszalök VS végül ott is fog indulni, tehát a legalacsonyabb osztályunkba. Emellett pedig még ugye volt két kieső papíron a Kemecse és a Gyulaháza csapata. Mivel a három megye kettes bajnok közül az egyik bajnok nem vállalta, így a versenyszabályzat értelmében a feltöltési sorrendben a legjobb fel nem jutó csapatot kellett felkérnünk a megyei másodosztály három második helyezettje közül. Ez a csapat nem volt más, mint a Rakamazi Spartacus ese. Ők értelemszerűen vállalták, tehát a Rakamazi is tagja lesz a megyei első osztálynak. És mivel a Tiszakanyárban volt egy kis változás, a vezetőség végül úgy gondolta, hogy nem a megyei első osztályt szeretnék is úgymond idegen légiós játékosokkal, hanem az az igény Tiszakanyáron, hogy helyi gyerekek játszanak, viszont akkor így inkább visszább minősítik önmagukat, és nem a megyei első, hanem a megyei másodosztályba adták le a nevezésüket, így még egy hely felszabadult, és ugye a legjobb kieső a sorrendben, akit fel kell kérni, a legjobb kieső pedig a Gyulaháza KS-e volt, így a Gyulaháza csapata is bennmaradt a megyei első osztályba, tehát aki búcsúzott, ugye az a Tiszalök, aki megszűnt, illetve a Kemecse búcsúzott a megyei első osztálytól, és ugye Ibrány is tagja a megyei első osztálynak, hiszen sajnos az osztályozót ugye a Kaposvár ellenében nem sikerült győztesen megvívniuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság az egyik legnagyobb az országban. Az elmúlt szezonban léptek vissza csapatok, most hány csapattal indul majd a pontvadászat? A tavalyi szezonban ilyenkor nyáron 137 csapattal indultunk el, és jól emlékszel, szezon közben azért 6 csapat vissza is lépett. Most egy kicsit kevesebben, 133-mal indulunk el, de én mindig azt mondom, hogy ezzel semmi probléma nincsen, hogy most 4 csapattal kevesebb indul el. Hogyha nem fog szezon közben senki visszalépni, akkor végülis többen fogjuk befejezni, mint a tavalyi szezont. Megjelentek olyan települések is ismét a megyei futballtérképen, ahol már évek óta nem volt foci. Gondolok itt egy Botpaládra, egy Ópáira például, akik így most hirtelen eszembe jutnak. És értelemszerűen szűntek meg egyesületek is, például megye másodosztályból megszűnt a nyírvasvári csapata, aki nem nevezett sehol, vagy szintén megszűnt a napkori ese megyei másodosztályú csapata. Igaz, a településen a napkori szabadidő eseként megye harmadosztályban indulnak. Voltak visszalépőbb csapatok, nem csak a Tiszakanyár lépett vissza egy osztályt, hanem például a Nyírpazony is azt mondta, hogy nem a megye kettőt, hanem a megye a hármat választja. Úgyhogy voltak azért változások, de én úgy gondolom, hogy nagyjából ugyanolyan csapatlétszámmal indulunk, mint a tavalyi szezonban, és ismét az ország egyik legnagyobb megyéje vagyunk. Milyen anyagi terhet rórott a nevezés a csapatokra, mekkora részt vállalt ebből a Magyar Labdarúgó Szövetség?
Amióta van a tahós lehetőség 2011-től, a Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon-nagyon sok pénzzel támogatja az amatőr klubokat. Itt gondolunk a versenyeztetési költségekre is, ez idén sem volt másképp. A nevezési díjak, a versenyeztetési költség, a tagsági díj, a játékengedély kiváltási díjnak a 90%-át idén is átvállalja a Magyar Labdarúgó Szövetség, sőt, ugye a játékvezető díja 90%-át is, tehát nyugodtan mondhatom, hogy elenyésző pár 10 000 forintból lehet nevezni. Sok csapat sok meccset játszik, sok meccset, sok játékvezetőre van szükség, rendelkezésre áll a szükséges létszám és minőség. A szükséges létszám megemelkedett, rendelkezésre áll, hiszen akik tavaly vizsgáztak, illetve tavaly kezdték el, 2015. decemberében kezdték el a tanfolyamot, ők most tavasszal levizsgáztak, és így előreláthatólag egy 22-23 fővel megnövekedett a játékvezetői keret tagság. Igaz, nekik még előttük van ez a nyári edzőtábor a játékvezetőknek, ahol meg kell futni a fizikai felmérőt, illetve meg kell írniuk a szellemi tesztet, és elképzelhető, hogy egy-két idősebb játékvezető vissza fog lépni, és nem fog tovább működni, de így előreláthatólag is egy 15-20 fővel több játékvezetőnk lesz, mint a tavalyi szezonban. Az, hogy minőségben megfelelőek vagy nem, én mindig azt mondtam, hogy megyei első osztályban megyei első osztályú tudású labdarúgó játszik, megyei első osztályú tudású játékvezető vezet. Ugyanez megye 2, megye 3-ba, tehát ne várjuk már el megye 2 és megye 3-ba, hogy Kassai Viktor szintű játékvezetők vezessenek, ugyanúgy benne van a hiba, mint ahogy a játékos is azért játszik megye 2 és megye 3-ba, mert akkora a tudása, a játékvezetők is azért vezetnek ott, mert akkora a tudása, akkora szintje, vagy most kezdett el. Nem hiszem, hogy a megyei játékvezető szintje alacsonyabb lenne, mint a megyei labdarúgásunk szintje, sőt, kimerem jelenteni, nem alacsonyabb. Ha már azt nézzük, hogy Karakó Ferenc jóvoltából ugye UEFA játékvezetőnk is van, úgyhogy bízok benne, hogy megfelelő szintű lesz a játékvezetés. Említetted a pályaépítési programot, hol épülhetnek új pályák a közeljövőben? Egy másfél éven belül Csengerben is új kisműfűves pálya fog létesülni Kótajban, illetve Bújközségben is. Legalábbis nagyon bízunk benne, hogy semmi nem jön közbe, hiszen már mindenki elfogadta a pályázatukat, hogyha az önerőt össze tudják szedni, akkor ezen a három településen lesznek műfűves pályák. Meddig tart az átigazolási időszak, és mikor kezdődik majd a szezon? Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart. A felnőtteknél nagyon fontos megjegyezni azt, hogy július hónapban a felnőttek úgymond szabadon igazolhatnak, július 31-ig. Ez azt jelenti, hogy nem kell az átadó klubnak beleegyeznie az átigazolásba, viszont a felnőtt játékosnak nyilatkoznia kell, hogy X csapatot én itt hagyom. Erre van ugye egy ilyen forma nyilatkozat, ahol értesíteni kell legalább írásban az adott klubot, hogy én nem szeretnék nála tovább futballozni. Augusztusban viszont már csak úgy tudnak igazolni a felnőtt játékosok, hogyha az átigazolási papírt az átadó klub, tehát az a klub, ahol ő játszott, az is aláírja, ellenkező esetben nem. Ami az utánpótlás átigazolást illeti, ott van egy nagyon fontos változás most a nyilvántartási igazolási és átigazolási szabályzatban. Idén ugyanis bevezették, hogy 19 év alatti átigazolásnál minden esetben fizetni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy a megyei belüli mozgásnál is fizetni kell a játékosokért. Kezdési időpont a bajnokságoknak? Augusztus 13-14-e, megyei első osztály, megyei másodosztály. Megyei harmadosztály meglátjuk attól függ, hogy hány csoportosak lesznek, ugye még a kollégák most is dolgoznak azon, hogy területi áv alapján a lehető legkisebb konfliktusokkal, a lehető legkisebb utazási távolságokkal tudják a csapatokat beosztani. Úgyhogy 13-14-én kezdünk. Szintén feljön a figyelmet, második forduló augusztus 20-a szombat, akkor nem lesz bajnoki, tehát csak vasárnap, a második fordulóban csak augusztus 21 vasárnap lesz a játéknapunk. Illetve van ugye egy magyar kupánk, amit most már be kell fejezni szeptember 8-9-ig, 34 csapat adta le a nevezését. Várhatóan augusztus 3-án nem kezdünk, hanem augusztus 10-én szeretnénk kezdeni, tehát azon a héten, amely hétvégén ugye elindul a bajnokság is, de értelemszerűen időben ki lesznek értesítve a csapatok. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!